áld meg, Urunk Istenünk, ezt a bors, hogy üdvösséges oltalmul szolgáljon mindazoknak, akik isznak belőle. Add, hogy akik ezt megízelik, azok szent nevet segítségül hívására erőt és üdvösséget nyerjenek Krisztus a mi Urunk által. Amen. Ó jöjj, üdvözítő! A zebegényi havasboldogasszony plébánia templom kórusának a messiást váró énekével és a borok megszentelésével vette kezdetét az advent zebegényben. Még 2014-ben civil kezdeményezésre jött létre az azóta hagyományjá nemesült közösségi esemény, a hidegre forduló időben kedvelt forralt bor és a Jézus várás kapcsolódik össze játékos, közösségépítő módon a forralt borfőző versenyben. Az áldást kérő Csáki Tibor atya szavaiból kitűnik, a minden évben advent első szombatján megtartott zebegényi vigíliának egyházi előzményei is vannak. Szent János apostol tiszteletére az egyház ősidők óta bort szentel, mert hogy az Isten ajándékát tiszteljük, azt mondja a Biblia, bort adott az Isten, hogy vidámodjék tőle az ember szíve. És különös kapcsolatot teremtettek Szent János evangélistával, aki a boráldásnak egyik megtestesítője, akit hát mérgezett borral akartak megitatni, és az Úristen megvédte őt, megoltalmazta, és ebben az áldásban azt kérik, hogy ő oltalmazzon bennünket, hogy helyesen, kulturáltan tudjuk megélni a mi borfogyasztásunkat, meg legyen ennek a mértéke, helye, módja, ahogyan ezt tesszük. És azt gondolom, az Úristen, amikor ott van a mi hétköznapi dolgainkban, akkor ő megáldja a mi dolgainkat. Azt mondja a Biblia, akár esztek, akár isztok, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Hát így tettük ma ezt, és így legyen. Áldott adventet kívánunk! Finomak a zsíros kenyér, meg ahogy a teák is jó. Jó a tea. Jó a hangulat, az emberek nagyon vidámak, és itt finom a zsíros kenyér is, meg minden. A jótékony betélkedés bevételeit az első években a községi Mikulás ünnepségek csomagjainak támogatására fordították. Idén a befolyt összegből a zebegényi római katolikus egyházközség karácsonyi szeretet csomagjainak összeállítását segítik, illetve mindazokat, akiknek karácsonya a közösség segítségével tehető teljessé. A főtámogató zebegényi német nemzetiségi önkormányzat elnöke Faludi Károly közös sikernek látja az adventi forralt borfőző versenyt. Három aktivistánk van, a Szalkai Gabriella, a Gregor Andrea és Nagy Gergely, akik ezt az egészet kitalálták, és 7 év óta, tavaly volt az egyedüli, amikor a Covid-járvány miatt nem tudtuk megrendezni, jótékonysági célja van, ennek a rendezvénynek a bevételét a forralt bor kóstolók után, az ételek után, a sütemények után, mindenki egy üvegedénybe tetszés szerinti összeget dob be, és a cél pedig rászorultaknak karácsonyi ajándékot biztosítunk, amelyet a képviselőtestület, a Caritas, az egyházközség, iskola óvoda bevonásával közösen döntünk el, és igyekszünk, hogy minél jobb helyre kerüljön ez a segítség. A civilek, aztán támogatója a német nemzetiségi önkormányzat, a vállalkozók, az iskola, az önkormányzat, a hivatal, tehát gyakorlatilag egy teljes összefogással működik ez a forralt bort főző verseny, ahol mindenki elhozza a saját borát, megfőzi, ízesíti, és utána itt a közönség dönt róla, hogy melyik, milyen, és ki lesz a, ki lesz majd a vándorserleg, és ki lesz az, akik ezekben a versenyben különféle kisebb díjakat kap. Gyakorlatilag a szegfűszektől az almáig mindennel fűszerezik, ízesítik. A borok is különféliek, vannak olyanok, akik itt bor készítéssel is foglalkoznak, van, aki vásárolja, van, aki különféle területekről hozza. Én úgy gondolom, hogy széles választéka van ennek, amelyet benne próbáljuk itt elsősorban a helyi, és hát utána a környékbeli borokat is bemutatni, illetve megfőzni, és ezzel a kedves vendégek és a helyi lakosok rendelkezik. Egy brüvány vite!
A csapatok már délután 4-től elfoglalhatták asztalaikat, és elkezdhették főzni a forralt bort. Kiki a saját asztalát ízlése szerint díszítette, maguk hoztak különböző ízválasztókat, süteményeket, pogácsát, zsíros kenyeret. A boszorkány konyha titkait Nagy Szilárdtól tudtuk meg, két nyelven is. Also, ein Glühwein besteht aus mehreren Zuständen. Vor allem aus dem Wein. Das ist ein Tokaja Wein, Hirschenblatt Tokaja Wein. Dann haben wir dazu ein bisschen Zitrone, Orange, Ingwer. Ja, Ingwer und ein bisschen Gewürz dazu. Tehát ezt a forralt bort mi úgy készítettük, hogy vettünk egy nagyon jó alapbort, egy tokai házlevelűt, amihez adtunk egy kis citromot, narancsot, amit összenyomtunk beleadás előtt, és raktunk bele egy kis szegfűszeget, fahéjét és egy kis gyömbért, meg egy némi vaníliás cukrot. És ebből egy nagyon-nagyon szuper jó kis forralt bor készül. A lényeg az, hogy milyen arányban adjuk hozzá ezeket. Körülbelül 10 liter borhoz 3 liter vizet adunk hozzá. De eláruljuk, jó? 3 liter vizet, és hozzáadjuk azt a elmondott fűszereket, amiket előtte vízben kiforraltunk, hozzáöntöttünk, némi kis cukorra fűszereztünk, és szuper jó lett. Ez az egész rendezvény, ez nagyon-nagyon jó, tényleg. Összehozza az embereket, a koronavírus ellenére szabad levegőn vagyunk, és tényleg én nagyon örülök, hogy mindenki itt van, fogyaszt, és kinyilvánítja a véleményét azzal, igen? Ahány dugót veled dobott a kis... Ein Glühwein, bitte! Dankeschön, mein Herr, aber du bist nicht über 18 Jahre alt. Du kriegst nur ein Tee. Genau. Hivatalos zsűri nem lévén kinevezve a lehető legdemokratikusabb módon a nyájas közönség, a kóstoló gyülekezet szavazott a legjobbakra dugó szavazás útján. A kihelyezett parafadugókat annak a csapatnak a csöbrébe tették, akinek a borát, süteményét, pogácsáját, tejáját a legízletesebbnek minősítették. Az elsővel kezdeném. Az első kategória a legkedvesebb csapat. Ugyanis most mindent osztályoztunk, a dekortól kezdve az, hogy ki milyen aranyos, helyes, kedves, részeg, vidám, mindent pontoztunk és osztályoztunk. Tehát a legkedvesebb csapat díját kapta az Idősek Egyesülete csapat. Kérem a képviselőt, jöjjön ide! Itt az a csapat képviselőjét. Közönségdíjas lett Nagy Szilárdék, Colnárren nevű csapata, övék lett a Vándorserleg. A legszebb dekorációt Zebike Depozé korlátolt felelőtlen társaság készítette, a legvidámabbnak a Tök Világ csapata bizonyult. A legfinomabb falatokat Donverróék készítették, a legkedvesebb csapat címet az Idősek Egyesülete, a Nyugdíjas Klub nyerte. Mindezen díjakra a legirigyebbek a Boririgyek társasága volt. Zebegényben idén is jó hangulatban indult az advent.